Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a kormányhivatali rendszer informatikai infrastruktúráját célzó két ekopos projekt bemutatásán. Két olyan projektről beszélünk, amik párba járnak, végig igyekeznek egymást támogatni és segíteni, ugyanakkor nagyon komoly elhatárolások vannak a projektben azáltal, hogy meg lehessen különböztetni, hogy melyiknek mi a célja. Ahhoz, hogy ezt a két projektet meg tudjuk érteni, meg kell értenünk azt, hogy a kormány 2010-ben mit döntött, és azóta mit sikerült véghez vinnie. Tehát beszélnünk kell a területi államigazgatás átalakításáról, illetve az ennek nyomán létrejövő országos ügyfélszolgálatról, ami az államügyfélszolgálata, ez pedig a kormányablakoknak a rendszere. Tartalmilag tehát ezt a három részt fogjuk érinteni, és a végén fogok a projektekről egy rövid bemutatást adni önöknek. A területi államigazgatás átalakításával kellene, hogy kezdjük. Ebbe komoly lépéseket tettünk, ugye történetileg, ha a kronológiát végignézzük, 2010. szeptember 1-én alakultak meg a megyei fővárosi közigazgatási hivatalok, majd 2011. január 1-ével létrejöttek a megyei kormányhivatalok, 20 darab az országban, tehát megyénként egy, illetve a főváros. Ezt követően a következő jelentősebb lépés a szervezeti struktúra átalakításába 2013. január 1-én következett be, amikor a járási hivatalokat hoztuk létre. Ugye ez a kistérségi rendszeren alapszik, ami azt jelenti, hogy 175 kistérség volt az országban, a 23 pedig a Budapest fővárosnak a kerületei. Ez a két szám együtt adja ki a 198-at, tehát pillanatnyilag az országban 198 darab járás található. Minden megyei kormányhivatalban ilyen módon három szint jelenik meg. Megjelenik a megyei szint, a járási szint, illetve a kormányablak szint, ami gyakorlatilag az ügyfélszolgálati hálózat. Összesen 32.500 fő dolgozik ebbe a rendszerbe, és ennek 50-50 százalékos eloszlása van, ami azt jelenti, hogy a járási szinten körülbelül az állomány 50 százaléka, illetve a megyei szinten. Munkaállomásra vetítve, miután informatikáról beszélünk, ez több mint 37 ezer munkaállomást jelent, és összességében évente több mint 16 millió ügyet intéz el ez a rendszer. Ha ezt végig gondoljuk, akkor ez viszonylag könnyű megérteni, hogy olyan állampolgárnak is, aki soha nem téved be a hivatalba, statisztikailag évente több mint egy ügye van az állammal, és azt valakinek, valamilyen szervezetnek, valamilyen irányítás alatt el kell végeznie. Hogy is jött létre ez a területi államigazgatás? Egyrésztről azt kell megértenünk, hogy a járások létrejöttével valójában az történt, hogy az önkormányzatoktól vettünk el feladatokat. Ezek olyan központi kormányzati feladatok voltak, amelyeket valójában a jegyző látott el, és ezek kerültek át most a megyei kormányhivatal rendszerébe, jelesül a területi közigazgatásba, a megyei kormányhivatalba. Ezért látszik azon az oldalon, hogy a 20 megyei kormányhivatalba az a zöld rész az ott megnövekedett. A másik dolog, ami a területi közigazgatást megváltoztatta, illetve a területi államigazgatásnak a feladatellátását megváltoztatta, az talán egy még nagyobb volumenű döntés volt, és ennek a végmenedzselése se akármilyen folyamat. Ez pedig az, hogy az országos feladatellátású szakigazgatási szerveket gyakorlatilag az országos hálózatukat beletettük, beleirányítottuk, belenyomtuk, nem is tudom, melyik lenne a jó szakkifejezés, a megyei kormányhivatali rendszerbe, mégpedig úgy, hogy levágtuk a fejüket, vagy a fejről a testet, nézőpont kérdése, és az országos hálózatokat toltuk bele a 20 megyei kormányhivatalba. Itt ugye az látható, hogy a szakigazgatási szervek, jelesül például földhivatalról beszélünk, OEP-ről beszélünk, nyugdíjfolyósítóról beszélünk. Ezek a szakigazgatási szervek különböző országos hálózattal bírtak eddig. Ezek a hálózatok volt olyan, melyik országos és megyei szinten bírt kirendeltségekkel. Volt olyan, amely országos, megyei és mondjuk városi vagy város alatti szinten. Van olyan, amelyik teljesen sztohasztikus elrendeződéssel, tehát gyakorlatilag az ország településein, fővárost kivéve voltak olyan kirendeltségek, amelyek különböző szakigazgatási szervekhez tartoztak. És amikor azt döntöttük, hogy ezeket a kormányhivatalokba integráljuk, az a döntés azt jelentette, hogy annak a megyének a területén, amelyen létrejött az új megyei kormányhivatal, az abban megyében lévő összes szakigazgatási szervhez tartozó kirendeltséget beletettük, beleintegráltuk a megyei kormányhivatalba, a megyei kormányhivatalok rendszerébe. És ilyen módon létrejött ez a struktúra. Ez a végeredményünk.
felüllátható a kormány, utána a központ irányító a közigazgatási és igazságügyi minisztérium, nyilván most az átalakulás után ez egy másik minisztérium lesz. Van egy középirányítónk is, aminek a szerepe leginkább az, hogy ez a 20 egységes megyei kormányhivatalt, aminek az a feladata, hogy lehetőleg könnyen, egységesen lehessen őket irányítani, kvázi középirányítóként a KIH irányítsa, a KIH pedig a közigazgatási és igazságügyi hivatal, ami nyilván most az átalakulásoknál megint lehet, hogy átalakulást fog szenvedni. És akkor ott van alul, vagy megfigyelhető a 20 megyei kormányhivatal, melyen belül ugye megjelennek a szintek. Megjelenik a megyei törzshivatal, ez gyakorlatilag az irányító iroda, ami a megyei kormányhivatalt irányítja. Az alatt találhatók meg a megyei szakigazgatási szervek, tehát a szakigazgatási szervek országos hálózatából azok a kirendeltségek, azok a végpontok, amelyek megyei szintűek voltak. Megjelenik a járási irányítás, a járási törzshivatalok rendszere, illetve alatta a járási szakigazgatási rendszer, ami a szakigazgatási szervek azon kirendeltségei, amelyek régen is a szakigazgatási szerv vezetése mellett, vagy irányítása mellett is ilyen szinten helyezkedtek el. És legvégül a járási hivatal szervezeti egységeként ott vannak a kormányablakok, amelyek így szakosan be is vannak karikázva, ami azt jelenti, hogy a kormányablakoktól végképp elvárjuk azt, hogy egységes szinten, egységes színvonalon szolgáltassanak, még a megyei sajátosságoktól függetlenül is, mert a kormányablaknak a nagy üzenete az az lenne, hogy bárhova megyek az országba, bármikor, mindenhol ugyanazt a szintű, ugyanazt a fajta feladatellátást, szolgáltatást kapom meg én, mint állampolgár. Térjünk akkor erre rá. A kormányablakok kialakítását európai uniós forrásokból finanszírozzuk nagyrészt. Összvolumenében ez több mint 30 milliárd forintot tesz ki. Három pillért határoztunk meg, a fizikai pillért, a szellemi pillért, illetve az informatikai pillért. Ezekbe itt feltüntettük most azokat a pályázatokat, illetve kiemelt konstrukciókat, amelyek finanszírozzák a kormányablakoknak a létrehozását. A fizikai pillérbe azt azért tudnunk kell, hogy eredetileg regionális operatív programokba akartuk megvalósítani, Brüsszel nem engedte. Ezek után kellett kicsit egyéb pályázatokat megmódosítva, vagy a koncepciókat egy kicsit átalakítva, már meglévő konstrukciókba begyúrni a kormányablakoknak az ötletét vagy koncepcióját. Ilyen módon a közok például vasútállomásokon megvalósuló kormányablakok létrejöttét támogatja, illetve finanszírozza. A TIOP pályázatunk az pedig egy akadálymentesítési pályázat, ami szintén kormányablakok létrehozását támogatja, illetve finanszírozza. Ugyanakkor ahhoz, hogy ezek a pályázatok megálljanak a lábukon, tekintettel különösen mondjuk az akadálymentesítéses pályázatunkra, minden helyszínre például, amit konvergencia régióban ezekből finanszírozunk, hazai forrást is hozzá kellett rendelnünk, úgyhogy az a hazai forrás erkel, ez a rendkívüli kormányzati intézkedések keretéből kaptunk támogatást a kormánytól, hogy meg tudjuk valósítani ezeket a helyszíneket. A szellemi pillér azért érdekes, mert van egy nagyon komoly elvárás a kormányablak ügyintézőkkel kapcsolatban, és pedig az, hogy felsőfokú végzettségűek legyenek, és egy speciális kifejezetten kormányablak ügyintézőknek előkészített képzést végezzenek el. Ez egy több mint egy éves képzés, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bonyolításában valósul meg. Így módon az országban 6800 embert képeztünk ki. Ugye, ha figyelembe vesszük, hogy a kormányablakokban 3000 munkaállomás van, lesz országosan. Két műszakban fognak dolgozni, az már 6000 ember, a fluktuáció miatt pedig érdemes ugye eleve többet képezni, tehát így jött ki a 6800-as számunk. Az egyéb projektek ott az ÁROP-nál, azok pedig olyan projektek, amelyik szellemi termékként támogatták ezeket az átalakulásokat, tehát a jogszabálymódosításokat, akkor például a tudástárnak az alapanyagát, ami egy informatikai rendszerbe begyúrt összes szakigazgatási szervi tartalomnak az elkészítése, annak az előkészítését finanszírozta, tehát itt gyakorlatilag szellemi tevékenységek valósultak meg. Az informatikai pillérbe látszik nagyon a legtöbb konstrukciónk, és itt vannak olyanok, amik nagyon komolyan támogatják ezt a rendszert, tehát szinte ráépülnek, és vannak olyanok, amik egy vagy két elemet szolgáltatnak ehhez a rendszerhez, tehát bedolgozói, ha úgy tetszik, a kormányablak, illetve a kormányhivatali rendszernek.
Összességében mindig, amikor kormányablakról beszélünk, akkor három csatornás ügyintézésbe gondolkozunk, még akkor is, ha ebből viszonylag most még kevés látszik. Ahhoz, hogy ma egy ügyfélszolgálat bármilyen nagy volumenű közösség kiszolgálása jól tudjon működni, három csatornás ügyintézést kell alkalmazni, és pedig azért, mert az állampolgároknak az igényei, mert a mi célcsoportunk az állampolgárok, különbözőképpen jelennek meg különböző időpontokban, és csak a fizikai vagy a személyes kiszolgálás, ha úgy tetszik, ma már egy kicsit avitnak tűnik. A telefonos is egy ilyen átmeneti állapot, akkor, amikor jön már az Y-generáció és az összes többi az ABC-be, akkor lehet tudni, hogy azért nagy valószínűséggel az elektronikus felé fog elmozdulni ez a szolgáltatási volumen idővel. Összességében még azt is tudni kell, hogy a legdrágább mindezek közül természetesen a személyes, ennek körülbelül a fele a telefonos, és annak a fele az elektronikus ügyintézés, tehát önös érdeke is az államnak, hogy amennyire teheti és módja van rá a digitális írástudás fejlesztésével és minden eszközzel azon legyen, hogy próbálja elérni azt, hogy minél többet használják az elektronikus ügyintézést és a telefonos ügyintézést is, mert ez mindig olcsóbb lesz. Idővel természetesen vélhetően a kormányablakok fizikai rendszerét is felül kell majd vizsgálni, de egyelőre még a nagyon messzi jövőről beszélek, mikor ilyeneket mondok. Ahhoz először meg kell erősítenünk az elektronikus meg a telefonos lábat, amik épp hogy csak elindultak, de erről majd mindjárt beszélünk. Elektronikus ügyintézés tekintetében pillanatnyilag 4 darab üggyel bírunk, az erkölcsi bizonyítvány ügyintézés, gépjármű, személyigazolvány és útlevél pótlása. Ezt a webes ügysegéddel KKH oldalán ügyfélkapun keresztül el tudjuk intézni. A telefonos ügyintézésnél most megcsináltuk a nagy új kontaktcenterünket, viszont pillanatnyilag még csak egyetlen egy ügy létezik, amit ügyként kezelnek ebbe. Tájékoztatást természetesen adnak, meg információkat is mondjuk az útlevelekről, tehát azokról a folyamatokról, amik egyébként a háttérben mozognak. De gyakorlatilag hivatalos ügyintézésként ezt az egyet tudjuk felmutatni, ez az egynapos foglalkoztatás bejelentése. És akkor a személyes ügyintézés. A kormányablakok az okmányirodák bázisán jönnek létre, ami azt jelenti, hogy eddig is volt az országban durván 300 okmányirodánk. Ezeknek a helyén, illetve részben a helyén és plusz új helyszíneken jönnek létre az új kormányablakok. 2011-ben nyitottunk először kormányablakot, egy kicsit ilyen edukációs jelleggel is, hogy tanítsuk a nevet, hogy ismertessük meg az új fogalmat, egy új világot, egy újfajta gondolkodás, de ekkor még nem tudtunk sok ügyet bevinni a kormányablakokba. Azt kell megérteni ebbe a dologba, és az egy viszonylag fontos eleme ennek az egész területi államigazgatás átalakításának, hogy attól, hogy lecserélünk táblákat, attól még azok a dolgozók, akik bent dolgoznak, egyelőre ugyanazt csinálják egy átmeneti ideig, míg nem az informatika, illetve a folyamatok át nem lesznek alakítva. És ezeknek az átalakítás egy hosszabb folyamat. Ahhoz, hogy a kormányablakba minél több ügyet el tudjunk intézni, annak az is az elvárása vagy követelménye, hogy oda azok az informatikai rendszerek és alkalmazások, szakigazgatási szervek, szakigazgatási alkalmazásai be legyenek húzva, amelyeket ott az ügyintézők helyben tudnak használni. És amikor arról beszélünk, hogy 14-17 attól függ, mert szervezeti gondolkodás az néha más, hogy hány szakigazgatási szervünk van, és mindezeknek a szakigazgatási szervnek, ugye OEP, ONF, földhivatalok, több mint 300 alkalmazása van, amit egyenként meg kell nézni, hogy lehet ezeket valamilyen módon integrálni, illetve behúzni a kormányablakokba, hogy ott direkt módon feladatellátást tudjanak végezni velük. Az okmányirodai rendszerben, mint itt látható, és 29 ügykörrel indultunk, fölment 53-ra, 150-re, és most, amit ebbe az évben nyitottunk kormányablakokat, ezek az úgynevezett második generációs kormányablakok, amelyeknek az az újdonsága, hogy ezekben már az okmányügyeket el tudjuk intézni. Most 254 ügykörről beszélünk, amiben durván az a 150-250 közti különbség az okmányügyek. És ez az ügyszám gyakorlatilag az elkövetkezendő időszakban egyre nőni fog, az attól függően, hogy mennyi szakik szerv, szakik feladatát tudjuk informatikailag és feladatellátás szempontjából behozni a kormányablakokba. Végül is a nagy ígéret ezzel kapcsolatban ugye mi
az, hogy egyetlen egy dolgot kell tudni minden állampolgárnak ebbe az országba, hogy hol van a hozzá legközelebb eső kormányablak. Miért nagy dolog ez? Ha most el akarunk egy ügyet intézni, akkor először is be kell azonosítanunk, hogy most anyasági problémánk van, most földügyi problémánk van, most egészségi problémánk van. Tehát, hogy melyik szervhez kellene elindulnom egyáltalán az ügyet intézni, és akkor megkérdezzük az ismerőseinket, elkezdünk a neten szörfőzni, hogy hova is kellene mennünk azzal a bajunkkal. A kormányablak azt ígéri, hogy ezt megtakarítja nekünk, mert azt az egy dolgot kell tudnunk, hogy hol van a kormányablak, oda bemegyünk, és akármilyen ügyünk van, onnan el tudják indítani, pillanat el fogják tudni indítani, most még nem tudják mindet elindítani, viszont tudnak tájékoztatást adni arról, azokról az ügyekről, amelyeket ma még nem tudnak elintézni, hogy hol a legrövidebb az az út, amiben az útvesztőbe a leghamarabb célhoz tudunk érni. Tehát ez egy átmeneti időszak, de a végeredménye az az lesz, hogy csak ezt az egy dolgot kell tudni mindenkinek remélhetőleg. Milyen kihívásokkal találkoztunk akkor, mikor elkezdtük ugye csinálni a kormányablakokat? Hát először is az országos illetékesség azért az egy komoly elvárás, finoman szóval. Ugye ezzel azt ígérjük, hogy bárhol vagy az országban, bármilyen problémás ügyed van, és bármelyik kormányablakba mész be, ugyanott ugyanúgy fogják ellátni az ügyeidet. Tehát nem feltétlenül kell a lakóhelyedhez legközelebb eső, a bejelentett lakóhelyedhez legközelebb eső kormányablakba vagy okmányirodába elmenni, hanem bármikor, akár nyaralás közben is, hogyha eszedbe jut valamiért ügyet intézni, akkor ott is ugyanazt a feladatellátást fogod megkapni. Ezt egy kicsit jobban boncolgatjuk ezt a dolgot, ez egy elég komoly kihívás. És pedig azért, mert a szakigazgatási szerveknél ugye az ügyfélszolgálat, az országos ügyfélszolgálatuk, tehát például a földhivatalok, azok megvalósították önmaguk szervezet rendszerére vonatkozóan, hogy hogy szállítsák a dokumentumokat. Ugyanezt megcsinálta az OEP, az ONF, az összes szakigazgatási szerv. Most miután nekünk kellene ezt az egész kormányhivatali rendszerbe ezeket az iratokat mozgatni, hát ha ezt így jól belegondoljuk, akkor ez azt jelenti, hogy valami egészen elképesztő fizikai, logisztikai volument kellene mögé építenünk, mert végül is bárhol, bármikor, bármelyik kormányablaknál, bármilyen ügybe elindíthat valaki ügyet, ahol egyszer csak keletkezik aznap egy akta, amit viszont mégiscsak feladatellátás szempontjából hátra kell vinni a kormányhivatali rendszerbe, oda, ahol a tényleges ügyintéző el tudja látni. Hát sok kocsi rohangálna sok benzinnel, félig üresen vagy nagyon üresen, úgyhogy ennek a kihívásnak végül is egy gordiuszi megoldást találtunk, azt mondtuk, hogy elektronikusan fogjuk küldeni az iratokat. Ahhoz, hogy egy elektronikus irat hiteles legyen, ahhoz viszont hát egy kicsit meg kell mahinálni, és ezt mi az AVDH nevezetű azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés című kis szoftverrel tudjuk most megcsinálni. Ezzel azt tudjuk elérni, hogy az az irat, ami elektronikus lesz, az gyakorlatilag ugyanazzal a jogerővel és joghatállyal bír, mint a fizikai papír alapú irat. Így tudjuk kiváltani azt, hogy ne kelljen fizikailag mozgatni az iratokat az országba, hanem a kormányablak elektronikusan hitelesített iratot tudjon hátra küldeni a rendszerbe, amivel az ügyintézők a háttérbe, a back office-ba elkezdenek dolgozni. Az egyablakos ügyintézés megint csak egy komoly kihívás, és ha belegondolunk abba, hogy itt végül is több mint 2500 ügyre fogunk fölkúszni, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy hát bárkinek a fejében napra készen tudni 2500 ügyet, azért az elég combos feladat lenne. Ezt pedig kicsit tanulva a piactól is, mert végülis a bankoknál se tud minden ügyintéző mindent, ott is van egy ügyfélirányítás. Úgy oldanánk meg, hogy a kormányablakokon belül ügyfélirányítással nyilván olyan emberhez terelnénk a forgalmat, vagy azt a típusú feladatot, aki ahhoz a legjobban ért. Ez nyilván megint igazgatás, szervezés és szervezési feladat, amit a kormányhivataloknak kell ellátnia és megoldania. Azáltal, hogy a kormányablakok létrejötte viszonylag hosszan elhúzódó folyamat, ugyanakkor redundánsan még létezik a rendszerben a szakigazgatási szerveknek az ügyfélszolgálata is. Tehát pillanatnyilag ugye csak úgy, mint minden átalakításnál, abban a pubba vagyunk. Tehát ugye ha azt mondjuk, hogy valamilyen nagy szervezetet, hálózatot hatékonyabbá akarunk tenni, akkor ugye van egy költségszint, amin ez ment, és azt akarjuk elérni, hogy egy alacsonyabb költségszinten üzemeljen utána. De ahhoz, hogy ez az alacsonyabb költségszint meglegyen, sajnos azt a csodát
tehát nem lehet elkövetni, hogy innentől egyszer csak így leesik, vagy hát lehet, csak akkor mondjuk ki kell rúgni az állomány felét, meg ilyen drasztikus dolgokat. Tehát az ilyen típusú átalakításnak, amiben az alapparaméterek nem változnak, és mégis hatékonyabbá akarjuk tenni, mindig van egy ilyen púpja, amiben ugye valamilyen módon erőforrásokat kell allokálni, azzal tudjuk átalakítani úgy a rendszert, hogy utána hatékonyabban tudjon működni. Hát mi most azért ebbe a púpba vagyunk, mert most sok pénzzel és sok erőforrással próbáljuk átalakítani, hogy később költséghatékonyabban és összességében is hatékonyabban tudjon a kormányhivatali rendszer, illetve az a 16 millió ügynek a megoldása működni. Ami elvárás volt, még arról beszéltem, hogy a felsőfokú végzettséget elvárjuk az ügyintézőktől, és a Közszolgálati Egyetem végezte a képzést. A második generációs kormányablakokat annak a nehézségnek a mentén kellett továbbá megvalósítanunk, hogy az okmányirodánkban egy nagyon magas szintű biztonsági rendszer paraméterezésével működnek az informatikai eszközök. Gyakorlatilag azzal, hogy oda most bevittünk egy más típusú feladatellátást, másfajta gépekkel, másfajta logikával, azt volt egy döntés. Az a döntés pedig az volt, hogy vagy minden feladatellátást fölhúzunk arra a biztonsági szintre, amelyen az okmányirodai rendszer van, vagy pedig két rendszert kell működtetni különböző biztonsági szintű eszközökkel és feladatellátással. Miután nem duskálunk a forrásokba, ezért az utóbbi megoldás mellett döntöttünk, bár kívülről úgy látszik, hogy ez egy egységes rendszer, és vannak rajta olyan héjak vagy szolgáltatások, amelyek gyakorlatilag teljesen egységesen szolgálják ki az állampolgárokat. Valójában a háttérben két nagy rendszer működik, a magas biztonságú schengeni követelményeknek eleget tévő okmányirodai rendszer, illetve az úgynevezett kormányablakos rendszer, de ez kívülről egységesen kormányablak rendszerként jelenik meg. Itt látható, hogy új gépeket vettünk az teljes okmányirodai hálózatba, ezt lehet látni, aki jár esetleg kint. Megjelennek ugye új eszközök is, például a tablet. Virtuális hálózatok, ezek azok, tehát amikor két rendszerről beszélünk, itt például két virtuális hálózatról, ami a Nemzeti Távközlési Gerincre van mind a kettő becsatornázva, és ott virtuális hálózatokként valósítják meg, vagy látják el a feladatellátást, vagy támogatják. És az egyik szokásos kérdés szokott lenni, amire itt egy pillanatra akkor kitérnék, hogy eszközként megjelent az egyik indexes cikkbe például a 27 szolos monitor, hogy miért kell nekünk 27 szolos monitor. Hát azért kell 27 szolos monitor, mert például az AVDH-nál, tehát a dokumentum hitelesítésnél ahhoz, hogy egyszerre két rendszerbe tudjon dolgozni az ügyintéző, két A4-es dokumentumot pedig egy 27 szolos monitoron tud kb. Egyszerre látni. A egyel kisebben már nem tudja látni, tehát ezt konkrétan megnéztük, hogy nem tud, annyira lelassítjuk a munkájukat, hogyha állandóan váltogatni kell az alkalmazások között, hogy így volt egyszerűbb talán megoldani. De a tablet is egy olyan új novum, amelyről majd egy picit később mondok még pár szót. A tablet pillanatnyilag hát egy elég nagy luxusnak tűnik, mert ebbe a pillanatban csak ügyfélhívásra használják a már megnyílt kormányablakokba. De érkezik ez az úgynevezett AVDH, ami most már tesztelés alatt van, és remélhetőleg hamarosan be tudjuk vezetni a már megvalósuló kormányablakokba, és ezáltal elindul az a nagy lépés, ami az elektronikus közigazgatásnak tényleg az első volumenszerű nagy lépése, amiről már az előbb beszéltem, hogy elektronikusan hitelesített dokumentumokat fogunk indítani. Ugye ezzel kapcsolatosan azért óvatosan kell nyilatkoznom, azt hiszem, mert hogy ez mikor fog elindulni, azt most sok közbeszerzés és sok fizikai kialakítás, és az elkövetkezendő pár hónapban még nagyon sok beszerzésnek a lefolyása tudja módosítani akár. Terve van még véve az is, ugye, hogy ezen a tableten keresztül fizetni is tudjunk VPOS-os megoldással, és ügyfél elégedettség mérésre is fogjuk használni. Ez pillanatnyilag is fejlesztés alatt van, mert az ügyfél vagy az ügyintézői felület nevű alkalmazásnak a része lesz majd. Egy új szeűszünk is van. Mi az a szeűsz? Hát ez egy csúnya szó, de akkor se tudjuk lefordítani egyenlőre másra. A szeűsz a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásnak a rövidítése. Azáltal, hogy elektronikus közigazgatásról beszélünk, nagyon sok ilyen új fogalmat kell megtanulnunk, hát amit első hallásra is szörnyű, aztán megértésre se egyszerű, de sok minden ilyennel volt már az emberiség így, úgyhogy előbb-utóbb ezt is meg fogjuk tanulni. Na, a szeűszök közül az egyik, az IVÜSZ, amit talán mi fogunk bevezetni, ez az interaktív virtuális ügyfélszolgálat. Az interaktív virtuális ügyfélszolgálatot hogy lehet elképzelni?
Talán a Skype-hoz tudom hasonlítani, a videóval megtámogatott Skype-hoz. Tehát látjuk egymást, beszélünk egymáshoz, és ugyanakkor tudunk úgy kommunikálni, hogy akár elő tudunk ketten, úgy, hogy fizikailag nem vagyunk egy térben, közösen dokumentumot előállítani. Esetleg ez a dokumentum még lehet hiteles is, és esetleg ehhez a dokumentumhoz kapcsolódóan még fizetni is tudunk. Tehát gyakorlatilag olyan módon tudunk lebonyolítani egy ügyintézést, hogy találkozunk, bár fizikailag mégsem találkozunk. Úgyhogy ez egy olyan novum lenne, amit szintén mondjuk így, hogy a három csatornás ügyintézés mellett ez már a negyedik csatorna, de valójában ez ugye két csatorna mixelése, mert van benne személyes kommunikáció is, ugyanakkor mégis elektronikus úton történik. Tehát ez van még a csőbe, ezt is csináljuk, ezt még tesztelni is kell. A tesztelés alatt most nem csak a szoftver tesztelést értem, hanem a felhasználó oldalát. Tehát azért ez készségszinten nem megy ma az állampolgároknak, vagy legalábbis nagyon kicsi százalékuknak. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy először a házon belüli munka megtámogatására használnánk, azon ott tesztelnénk ki. Mit jelent ez? Ugye az előbb beszéltem arról, hogy 2000-nél is több ügyet kell majd tudnia, akár, vagy nagyjából tudnia egy kormányablak ügyintézőnek, de hát azért vannak problémás ügyek. Akkor kitől tud segítséget kérni? Ott megérkezik az ügyfél, mondja, így tekeredik, úgy csavarodik, amúgy kunkorodik a történet, és aztán egyszer csak már nem tudja, hogy pontosan hol jár, és akkor van viszont belső segítsége. Tehát ezen az IVÜSZ-ön keresztül azt gondoltuk, hogy talán házon belül egyszerűbb lenne tesztelni, hogy fölhív, meg tud keresni a kormányhivatali rendszeren belül a háttérbe dolgozó olyan embert, aki abba a történetbe, azon a területen abszolút minden tekintetben a legtájékozottabb, és attól tud támogatást és segítséget kérni, hogy gyakorlatilag látják egymást. Ad abszurdum az is lehet, hogy ugye az ügyfél által hozott dokumentumokat be tudja mutatni. Nem kérnek telefonon egy dokumentumról, hogy és hát az ügyfél hozott egy olyan útlevelet, amin ilyen meg ilyen színű vízjel, meg nem tudom én mi van, hanem ad abszurdum, oda tudja tartani, lehet látni, és a másik oldalon jobban meg tudják határozni, vagy tudnak direktebb segítséget nyújtani azáltal, hogy látják is azt a dolgot, amiről beszélnek. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ezt házon belül így kitesztelnénk, és aztán utána bizonyos ügyekbe, ahol valószínűleg az elektronikus szolgáltatásokat jobban preferáló generáció túlreprezentált, olyan ügyekbe esetleg akkor megpróbálnánk bevezetni, és akkor így szépen lassan hozzászoknánk ehhez az új dologhoz is. Ez abszolút novum. Ha ezt meg tudnánk csinálni, azt hiszem ilyen tekintetben Európában elsők lennénk. Projektek bemutatása. A két projektem. Összességében ugye ez egy 5,1 és 6 milliárdos projekt, az 11,1 milliárd. A támogatási intenzitás mind a kettőben 100%, és a megvalósítás időszaka is ugyanaz, 13, tehát tavaly április 1-től jövő év szeptember 30-ig tart. A megvalósítások helyszíne is ugyanaz, ugye ez a fővárosi és megyei kormányhivatali rendszer, és mindkettőben a konzorciumi tagok is ugyanazok. Tehát itt is látszik, hogy ez a két projekt nagyon szorosan egymást támogatva párban megy. A számozásból is látszik, ott jobb oldalon föl is tüntettük, hogy az egyik gyakorlatilag egy back-office típusú feladatellátás támogatását valósítja meg, és az ECOP 2.1.23 pedig a front office, tehát ott inkább a kormányhivatal, a kormányablakok rendszerének az integrálására vonatkozó, azt támogató rendszereknek a megvalósítása a cél. Akkor kicsit beljebb megyünk ECOP-ban. Ugye ebbe a 1.2.26-os projektbe itt ugye a back office-ról beszélünk. Hardware tekintetében számítógépet, monitort, laptopot, szervert, nyomtatott switchet és wifi-t veszünk. Ez így felsorolva egy rakás hardware. Ha viszont arra gondolunk, hogy hogy jött létre ez a kormányhivatali rendszer, tehát gyakorlatilag egyrészt a szakigazgatási szervektől vettük el a végpontokat, ott ugye az egyiknek sok pénze volt informatikára, sokat áldozott arra, hogy jó gépek legyenek, a másiknak kevés, annak olyanok voltak. Az önkormányzatoktól vettük el a feladatokat, ott pedig az egyik önkormányzat gazdag volt, a másik szegény volt. Aki szegény volt, akár a szegény is, meg a gazdag is, a legócskább gépeit adta nekünk, már a megyei kormányhivataloknak. Az került bele ugye most a területi államigazgatásba. Tehát ha ma ránézek erre az informatikai infrastruktúrára, hardware oldalról, ez olyan, mint egy lukas patchwork. Tehát egyrészt nincs benne két egyforma végpont, másrészt az eszközöket nem lehet távolról menedzselni,
teljesen különböző eszközpark ez az egész, és amikor én azt várom, vagy azért hoztam létre ugye ezt a bizonyos rendszert, hogy hatékonyabban működjön, és ezért csináltam 20 gombócot az országba, 20 megyei kormányhivatalt, akkor azért az elvárás akkor tud megvalósulni, ha ezek egységesen tudnak működni. Ahhoz, hogy egységesen tudjanak működni, az infrastruktúrájuknak is egységesnek kell nagyjából lenni. Tehát ha az olimpián el akarok indítani több sportolómat, akkor mindegyiknek a legjobb felszerelést kell adnom, és azt kell, utána mondhatom azt, hogy tegyél bele még többet, és nyomjál bele még többet. Hogyha az egyiknek Lukas a cipője, a másiknak meg Nike-ja van, akkor véletlenül nem várhatom el ugyanezt a teljesítményt. És pillanatnyilag ez a rendszer így néz ki. Tehát vannak benne Lukas cipősök, vannak benne teljesen ruhátlanak, vannak benne abszolút Nike-ba tetőtől talpig felszereltek, és nekem ezt valamilyen módon meg kell oldanom, hogy mindegyiknek ugyanaz az infrastruktúrája, mert utána mondhatom ezt, hogy most viszont ez a szint van, és ezt kell mindenkinek megugrania. A Lukas cipőstől nem várhatom el ugyanazt, mint a Nike-istól. Most ez egy, a Nike-t nem kellett volna mondanom, bocsánat. Akkor Storno. Tehát összességében azért mégiscsak azt mondom, hogy ez a rendszer pillanatnyilag egy nagyon összetett és nagyon bonyolult rendszer, ugyanakkor az alap infrastruktúrája az rémisztően nem egységesíthető. És ezért ez a projekt, meg a másik projekt is azt célozta, hogy ezt egységessé tegye. Tehát első lépésben most ennek a 37 000 munkaállomást működtető rendszernek 18 ezer gépét kicseréljük. Tehát 18 ezer új egyforma, bizonyos szempontból egyforma számítógép kerül a rendszerbe, ugyanakkor 15 ezer monitor, és itt bizonyos szempontból ugye az összes ilyen támogató eszköz arról szólna, hogy több lépésbe elérjük azt, hogy teljesen egységes legyen a megyei kormányhivatali rendszer alap hardware szempontból informatikai infrastruktúrája. Alkalmazás oldalról három dolgot tüntettünk itt fel, amik ebbe a projektbe megvalósulnak. Tudástár, időpontfoglaló és a munkafolyamatkezelő rendszer. Hát ezek így leírva ilyen kis semmik. Aztán ami mögötte van, az meg brutális, főleg a tudástár például. A tudástár alatt azt kell értenünk, ez a segítség, ez a minden tudásnak a forrása. A kormányablak ügyintézők ezt a tudástárat használják, ugyanakkor a 18-18-on az a telefonos ügyintézők is ebből adnak tájékoztatást, ebből a tudástárból. Ahhoz, hogy ez mindig napra kész legyen, minden jogszabályi változást követni tudjon, az összes információ releváns legyen benne, ahhoz ezt folyamatosan karba kell tartani, ugyanakkor a kodifikációba érkező újabb dolgokat is bele kell táplálni. Tehát pillanatnyilag egy olyan rendszer van mögötte fölépítve, ahol a minisztériumok, amikor írják az újabb jogszabályokat, tehát a kodifikációs folyamat kezdetétől kezdődően ebbe a rendszerbe dolgoznak, ide töltik be az alap információkat, tehát a jogszabályi szöveget, utána van egy olyan szakasz, amiben ebből különböző transformációk jönnek, egyszerűsítések, szét van szedve, hogy mi a díjtétel, könnyebb kereshetőség szempontjából, tehát az adatoknak mondjuk úgy, hogy valamilyen fajta átalakítása, és ugyanakkor be van építve a hatályosítási gomb, ami aki politikailag, aki szakmailag felelős érte, az ugye az adott pillanatban azt mondja, hogy oké, akkor ez a tartalom már tökéletes, kikerülhet élesbe majd az ügyintézőkhöz, viszont mondjuk még nem jött el az a dátum, amikor a hatály vált, és akkor utána elérkezünk ahhoz a dátumhoz, és éjfélkor átbillen a rendszer, és másnap reggeltől kezdve az új információtartalommal dolgoznak megint az ügyintézők, mind a telefonos ügyfélszolgálaton, mind pedig a kormányablakokban. Ahhoz, hogy ez a rendszer működjön, a visszajelzéseket is figyelembe kell venni. Tehát az egyik fele az, hogy a töltés az a kodifikációs folyamatban folyamatosan megvalósul és karba van tartva. A másik pedig az, hogy az ügyintézőknek is lehetőségük van arra, hogy visszajelzéseket adjanak a rendszernek. Ezért ez egy ilyen wikipédiás jellegű felületen látszik, illetve felületnek lehet talán leginkább elképzelni, és van mögötte egy olyan támogató rendszer, ahol lehet ugye ilyen beírásokat tenni, hogy szerintem ide nem jól írtuk be, hülyeséget írtunk be, okosabb lenne, ha nem így fogalmaznánk, hanem másképp, mert a jogszabályi szövegeknek a transformációjánál az, aki mondjuk bennül egy négy fal között egy minisztériumi szobába, és aki élesbe kinnül egy kormányablakba, azok közül valószínűleg a kormányablakba ülő tudja jobban megmondani, hogy milyen szófordulatokkal tudja ezt minél könnyebben elmondani akár az ügyfeleknek. Ugye ebből a forrásból
ebből a forrásból dolgozik majd, vagy jelenik meg a kormányablakoknak az elektronikus felületen való kommunikációja is. Tehát a jogszabályok szövege, illetve ezeknek az ügyeknek a rövid leírása, és ezekről való információk a kormányablak tervezet, mert ugye ez sincs még készen, a kormányablak.hu portálon majd ebből a forrásból táplálkozik. Tehát ez mindegyik ügyintézési csatornának a magja, és innen adja mindenhova az információt, pontosan azért, hogy egységes legyen. Ne fordulhasson elő az, hogy az egyik megyében lévő okmányirodában az ügyintézés így van leírva, a másikban meg úgy van leírva. És a kettő még csak néha köszönő viszonyban se volt akár egymással. Ahhoz, hogy ez országosan egységes legyen, kell mögötte egy ilyen motor és egy ilyen tartalmi, folyamatosan karbantartott tartalmi bázis, ami mindegyik forrás táplálja, és ez a tudástár. Az időpont foglalóval kapcsolatban ott nehézségeink vannak, mert a régi okmányirodai rendszerben is létezett egy időpontfoglaló, és most, mikor a vegyes rendszer működik, tehát van okmányirodánk is, és van már új kormányablakunk is, amihez új időpontfoglaló van, ebben az átmeneti időszakban ezzel küszködünk rendesen, de ez is az a dolog, hogy az átmenet után szépen be fog állni, és az időpontfoglaló minden csatornára fogja tudni illeszteni a foglalásokat. A munkafolyamat kezelő rendszerből pillanatnyilag még semmi nem látszik, ez a gyakorlatilag a kormányhivatali rendszernek a back-office tevékenységében a folyamatok nyomon követését, tehát egy kicsit ezt workflow-ként kell elképzelni. Ezzel még nem tartunk sehol, tehát a fejlesztés nem tart sehol, most a koncepcionális szintnél tartunk, de hát még van több mint egy évünk, úgyhogy remélem ezt is be fogjuk tudni futni. A másik projektünkben szintén, tehát amikor itt is látszik, hogy számítógép, monitor, laptop, ez azért van, mert a két projekt együttesen finanszírozta a gépeket. Itt látszik, hogy itt is vannak. Itt két olyan elem is megjelenik, a headset és a webkamera, ami nyilván az előzőben nem, itt a front office tevékenységről beszélünk. A headset meg a webkamera pedig azért kellett, amiről már az előbb beszéltem, ez a IVUS nevezetű szolgáltatásnak a megtámogatásához. Ugye ez a messziről látjuk egymást és beszélünk egymással, tehát ezért itt szereztük be ezeket az eszközöket, ahol ugye a kormányablak ügyintézőknek lenne egy ilyen belső segítségnyújtása első lépésben. Az alkalmazás oldalon pedig van az ügyfélhívónk, az már ugye működik. Az integrált virtuális ügyfélszolgálat, ugye ez el van rontva, interaktív virtuális ügyfélszolgálat, elírtuk a szót, bocsánat, ugye ez lenne az IVUS-ünk. És az ügyintézői felület pedig az a felület, ami szintén még nincsen készen, ebbe fognak dolgozni az ügyintézők, amikor már a sokféle alkalmazás mind beérkezik a, mondjuk úgy, hogy az ügyintézői gépre, akkor ugye ez a felület az, amin lehet navigálni, és aminek a segítségével lehet tájékozódni, illetve mozogni benne. Az informatikai rendszerek tekintetében, hát itt egy elég komolyat húztunk a háttérbe. Ahhoz, hogy ez az országos rendszer biztonságos legyen, rugalmas legyen, ahhoz a kiszolgáltatottságát mind biztonságilag, mind pedig egyébként csökkenteni kell. Azok a rendszerek, amelyek egy lábon állnak, azok ugye viszonylag kitettek, és minél nagyobb egy rendszer, annál nagyobb a kockázata annak, hogyha egy lábon áll, akkor nagy baj lehet, hogyha valami probléma bekövetkezik. Azáltal, hogy nekünk szakigazgatási szerveink voltak, és mindegyik egy-egy királyságként létezett, az egyik ilyen környezetbe fejlesztett, a másik olyanba, a harmadik doszosba, és ezer éve nem nyúlt hozzá a rendszereihez, ez adott egy ilyen szép színes palettát egyrésztről. Másrésztről ugye, ha az volt, hogy egy rendszer leállt, akkor az Indexen megjelent mondjuk egy cikk, és bele volt írva, hogy leállt az OEP rendszere, és irgum-burgum, jaj, de rossz. Akkor két napig küzdöttek, vagy egy napig, vagy fél napig, aztán megoldották. Most, ha mi ezt az egész rendszert, mert most egészről beszélünk, hogy az összes megyei kormányhivatal egy rendszerben van, ha itt leállunk, akkor ugye leáll az ország ügyintézése legrosszabb esetben. Úgyhogy ilyen helyzetek elkerülése véget is. Azt mondtuk, hogy megpróbálunk két lábon álló rendszert építeni, és olyat, amiben rugalmasan tudjuk terhelni, illetve átmozgatni az elemeket akár egyik rendszerből a másikba. És ezért mondjuk úgy, hogy végül is volumenében is egy egészen komolyat léptünk az állami licenszberuházások tekintetében, mert elindultunk az OpenS világ felé, és vásároltunk OpenS licenszeket, amelyekkel a munkaállomásoknak egy jelentős részét tudjuk működtetni.
Itt, amikor központi szolgáltatások támogatásához licenszről beszélünk, akkor meg tudjuk valósítani eznek az Open License-nek a segítségével a távoli menedzsmentet. Központi szolgáltatásként létre tudtuk hozni a címtárat, lesz levelezés, csoportmunka és a mobil eszközök menedzsmentjét, tehát itt a tabletekről beszélek például, azt is meg fogjuk tudni ennek a segítségével oldani. Ugyanakkor vannak a rendszerben olyan licenszeink is, amelyek lejárnak, illetve mondjuk úgy, hogy nincsenek elegen, tehát amikor most konszolidáljuk ezt a rendszert és átnézzük szisztematikusan, hogy milyen szakigazgatási alkalmazásokhoz mennyi és milyen licenszünk van és milyen kellene, akkor nyilván ott is lesz egy hiátus, amit pótolnunk kell. Ezt a hiányt, ezt is ebből a projektből kell majd fedeznünk. Itt alapvetően azért Windows-os licenszekről beszélek. És mindezen túl ennek a projektnek a keretében vannak azok a csiszolások is, ahol ugye a különböző rendszereket össze tudjuk illeszteni. Tehát ez a végső nagy integráló, ha úgy tetszik.